Ebben a nyíregyházi pékségben egyre többen keresik az egészségesebb örleményeket tartalmazó, valamint a gluténmentes termékeket is. Az üzlet vezetője szerint a vásárlók egyre tudatosabban keresik a pékárukat, és már nem csak az ár alapján választanak kenyeret vagy péksüteményt. A gyerekek miatt is igyekszem odafigyelni, tehát azért reggelire általában valamilyen kenyeret esznek, és azért örülök, hogyha akkor valami egészséges van bennük. Az élelmiszerkönyv legújabb változásai alapján többek között a búza, a rozs és a korpás kenyérnél magasabb százalékban írják majd elő a különleges örlemények tartalmát. A változás a különböző jelölésekre és a csomagolásra is hatással lesz. Ennek a célja az, hogy a lakosságot tájékoztassuk a sütőipari termékekről. Tudják a lakosok, hogy milyen terméket vásárolnak, ezeknek az összetételét bármikor a kereskedőknél megkérdezhetik, és egy minőségi változás kell, hogy bekövetkezzen a sütőipari terméknek tekintetében, hiszen több összetételnek a növekedése következett be a élelmiszerkönyv változásával. Ugye, ami eddig rozsos kenyér volt, például egy 15%-os rozsdicset tartalmazott, ez most az új előírás alapján minimum 30%-ot kell tartalmazni. Lakatos Tibor hozzátette, a változások nem hoznak jelentős többletköltséget a pékségek számára, így a kenyer drágulására nem kell számítani. A változások tényleges bevezetésére fél év türelmi időt kaptak a pékek, a még egészségesebb kenyerek így legkésőbb jövő nyára lehetnek a polcokon.